Lehetne. Biztatok benne, hogy megjelen a tévébe? Figyeljenek ide. Mi nekünk 3 gyerekünk van. A negyedik gyerek jön. Van egy lakás, amit ki szeretnének utalni, legalábbis céloznak rá. Inkább leveszem a szemüveget, hogy szemtől szembe nézünk, mert nem szeretek szemüvegbe. Olyan szemüvegen keresztül nézni egy hölgyel, vagy egy úrral kap... úrral, vagy majd a közönséggel, majd aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Az én lelkem és a családom állapota annyira felzaklatott lett. 6 éve várunk, családi lakás élésünk ki van adva. Hát volt egy törvénymódosítás valamikor, akkor hol van az? Sziasztok testvérek! Mi folyik így Gyöngyösön? Hát ide figyeljetek már, emberek! Akkor mindenkivel megcsinálhassák? Elmentem az orvoshoz. Annyira nem foglalkoztak velem, hogy inszalag szakadásom van. Azt mondták, 3 hét alatt elmúlt. Eltelt 3 hónap. De már ha bemegyek, azt feljelentem az orvosi bizottsághoz előtt az egészet. Azt én nem vagyok egy buta gyerek, cigány gyerek vagyok, bár nem vagyok buta. Megkérdezhetjük, hogy mit vársz a szavazástól? Hát jót várok tőle. És számodra mi a jó? Hát... mit mondjak most? Hát mire számítasz? Miért jöttél el? Hát jó legyen mindenkinek! Ne csökkenjen semmi! Meg minden drágaság van, sőt a pénzünkből csökkentenek le. Sokat. És ezt szerinted meg tudja oldani az önkormányzat? Hát szerintem meg. Sokkal jobb lesz. Nevedet elárulod? Igen, nemese. Milyen nemese? Lakatos. Oké, köszönjük. Régen voltam a neten, bazd meg. Bazd meg. Hány fokos? Kurva szádat, hány fokos? Baszik. Azt a kurva. Kágult beleinte. Azt a kurva. Ez jobb lett volna reggel, bazd meg, köptetőnek. Azt a kurva. Hazamegyek, aztán olyat köpök tőle, bazd meg, szétesek. Nem, ő tényleg a menedzserem irogat, hogy szedjem le, szedjem le, szedjem le a dolgokat, de egyszerűen bazd meg. Szart se csinál. Szart se csinál az új iPhone. Az új 3 kamerás kibaszott iPhone nem tud annyit csinálni, mint a régi iPhone-om. Úgyhogy kapja be a faszt. Egy nagy szarrakás az egész. Ezt nem azért mondom, mert be vagyok baszva, hanem csak úgy mondom. Tényleg. Mi között hozzá? Nem, most komolyan. Azt szerintem tök buli. Kajak jó lesz, ha nem ide jönnek a buszok, hanem oda a templom toronyóra helyére, vagy ide, mert akkor már nem kell kikerülni azt, és akkor nem itt leszünk, hanem ott. De amúgy a biztonsági őrök buzik, mármint nem úgy, hogy buzik, hogy melegek, csak hogy meleg szendvics evők, tehát én nekik szoktam eladni a lopott cuccokat, meg ilyesmi, benne is van az újságban, hogy börtönviselt csöves kukoricákkal lepaktálnak a kistáskák, nyomják, mint a kutyák a kölyköket 6000-rel. Amúgy meg annyi zsebes van itt, kajak a görkocsát lelopják a lábadról, kajak rendesen annyit sírtam, hogy rendesen kenuzli kéne. De amúgy semmi probléma, szerintem kurva jó lesz a busz, meg vagy elnézést, ezt majd kisípoljátok. Szóval szerintem tök fasz, tök jó lesz az új izé, mert már nem lesz ott, hanem átrakják ide, csak ahhoz kell egy pár ember. És hogyha kell valami szociális munkás, vagy ilyesmi, akkor én jövök, mint a cunami, és segíteni fogok. De szép nagy szemed van. Vagy a fejed pici? Valamelyik mindenképp. De tényleg szép, hogy így hazavinnélek a vitrin. Ardi! Na, kaptuk ki a kamerát!
Bizsnéni! Hello! Bizsnéni! Dobd le a kiskert! Miért feladta oda még? Itt egy tyúk, mert kakas. Csókolom! Csókolom! Sorry. Még... Nagyon jó, valét. Bizsnéni! Mi csinálni? Voltatok meg földetek? Hozzatok be a kiskövet. Fogd ezt meg. Nehogy meg fog. Fogd meg te. Ne. De most miért nem fogod meg? Gyerekeket meg csak. Bizsnéni! Gyerek. Csókolom! És ha nem férsz bele bőrödbe, ma te szopsz, geci! Ma te szopsz, Péter! Meg akárki vagy, aki még közötte állsz! Jaj, neked! Ha megtudom, hogy te applikálsz engem, live-jaimat, meg helyettem indítgatod, neked annyi, most a héten neked annyi. Úgyhogy készüljél föl, kisapám! Kisapám! Készülj föl, de kegyetlenül! És nyugodtan applikáljál! Addig, amíg teheted! Média sztár vagyok, idegenforgalmi látványosság, nem sokára megyek vissza a börtönbe, bemegyek Józsikaként, azt majd kijövök a Rózsikaként. Télre bevonulok, nyárra megengedjenek ki. Tök mindegy, hogy mikor 2018 vagy 2036, csak nyárra engedjenek ki. Ne télen, mert télen hideg van. Azt leszek benne a börtönben, Rózsika. Elloptam anyám szoknyáját. Én fontos ember is vagyok, mobiltelefonom is van, karórám is van. Én egy média sztár vagyok, hát ha én nem lennék, ki kéne találni. Már vannak fenn a YouTube-on új videóim, új képeim, amit a taxis föltett az internetre. Kemény vagyok, mint a Tarzan sarka. Eddig is tudták, hogy egy kicsit hoppás vagyok, de hogy ennyire. De nekem bejött az élet, nekem nincs az életre gondom. Eltart az állam, csinálom a hülyét, az több nyugellátást kapok, mint aki dolgozott. De nekem bejött az élet, hogy csaptak volna falhoz, mikor megszülettem, hogy rohadtam volna meg a babakocsiba, hogy a köldögzsinór tekeredett volna anyakamra. Szerintem részeg volt mindkettő, mikor készültem. Valami nagyon nem stimmel. Én egy igazi, elbaszott gyerek vagyok, és soha nem tanulok a hibáimból. Már ötödjére voltam be jogerősen börtönbe, meg még hányszor leszek. Még előttem az élet, még egy 10-11 évet ki lehet belőlem nézni a börtönbe, és nem tudnak vele megnevelni. Egyszer érdék meg, hogy megkomolyodom, de hagyom csapnak ma akkor se. Meg már a kis időre hova? 35 éves vagyok, már nem fiatal, de még egy 10-11 évet ki lehet belőlem nézni a börtönbe.